A kapospulai játszótéren szerveztek családi napot, ahol az elmaradt rendezvényeket igyekeztek pótolni. Így volt gyereknap, falunap és egy kis utcabál is. Ez az első családi napunk, mert eddig igazából vagy falunapot szoktunk rendezni, vagy születi bált. Külön szokott gyereknapunk lenni, ugye itt most a vírushelyzet miatt hát ezek a programok sajnos borultak, és most egy ilyen családi nap keretében próbáljuk ezt az egészet pótolni. Tehát úgy indítunk most, hogy gyereknappal indítunk, gyermekműsorokkal, jelen pillanatban is most ez van. Aztán ingyen van a gyerekeknek ringlis, légvár, ilyen különböző játékok, ami egészen estig van, mindenki ingyen veheti igénybe. Aztán közben lesznek ugye felnőtt műsorok is. Megyes Csaba, aki már régóta ide jár és nagyon szeretik a kapospulaiak, aztán ugye a Katahajni Akusztik Dió Dombováról, akit szintén ismerünk és szeretjük őket. Tehát kész akarva nem akartunk nagy sztárvendéget hozni, tehát azért, mert elsősorban a kapospulaiaknak tartjuk ezt a rendezvényt, de természetesen látom, hogy vannak más településekről is, szívesen látjuk őket, és senkit nem fogunk elküldeni. Stemmler József polgármester elmondta, főzőversenyük is sikeres volt, 5 csapat nevezett a megmérettetésre. Készült többek között vaddisznóból pörkölt, gulyás, sertéspörkölt és paprikás krumpli is. A kész ételeket a programra kilátogatók is megkóstolhatták. Külön szoktuk átadni egy külön rendezvény keretében jó tanuló, jó sportolót, és most úgy gondoltuk, hogy akkor ennek egy kicsit emelni a színvonalát még az is, hogy itt ebbe a rendezvényen adnánk át, mert igazából nem kevés az a fiatal, aki ilyen elismerésben részesül, mint egy 45 fiatal van, 40-45 között az idén 45 fiatal, akinek a tanulmányi eredménye 4,5 fölött van, és vagy valamilyen sportba vagy művészetbe kiemelkedően teljesített. Ugye Kapospulán van egy vízmente néptánc együttes, és itt elég sok fiatal van, aki táncol. Itt is természetesen nem csak kapospulaiak, hanem nagyon sokan jönnek Dombováról, környező településekről is, és ugye ők szeretik itt bemutatni azt is, hogy mit tudnak, és ugye a táncház az egy különleges, érdekes dolog, megpróbálnak bevonni itt mindenkit, aki szeretne egy kicsit népzenére táncolni. Mivel zárul a rendezvény? A rendezvény az egy ilyen úgynevezett utcabállal, ami természetesen nem az utcán lesz, hanem itt a fedett rész alatt. Ez is korlátozott ideig lesz, tehát este 10 óráig, úgyhogy ez a vírusos helyzet sok mindent átírt, tehát próbáljuk úgy megoldani ezt a helyzetet, hogy ne csináljunk még gócpontot, meg minél jobb legyen a falunak. A szabadtéri rendezvényen a gyerekek kipróbálhatták a népszerű ringlist, lehetőségük volt lovagolni, de a kirakodó vásár is sok nézelődött és vásárlót vonzott.